Sziasztok! Sziasztok! Egyelőre még senki. Nem baj, de hát ez így indul. Már itt szia, van. Krisz! Szia, Krisz, hogy vagy? Aztán rájöttem, hogy innen is látom, mert felvettem a szemüveget. Hát ezt mondtam, hogy szerintem te látni fogod. Nálam azért van a telefon, hogy én is lássam, mert nekem messze van. Nagyon. Halihó, Elin? Vagy Alin? Mindenkit üdvözlünk, hogy vagytok, meséljetek, amíg kikeresem itt magam, szia, mert nálam kis jelzik, hogy te, hogy live-olunk. Hogyhogy? Nem tudom. Na, de, hogy na most, ott ennyi is jelzi. Kellett. Szia, Sára! Semmi különös, jól vagyunk, el vagyunk. Igen. Sétáltunk egy nagyot, végre sikerült évet, remélem, hogy lejön egy picikét. Úgyhogy, szia, Toxi. Igen, mert Toxi. Most lesz témája azért attól függetlenül a bejelentkezésnek. Tofix Edits. Pöszke Eszter, szia! Hulajla, szia! Igazából, amiről szeretnénk beszélgetni, az a holnapi szia, nappal. Senki lánya! Kapcsolatos a gyereknappal, nem hall semmit, azt írja valaki. Hallatok minket amúgy? Itt levettem. Hallanak. Hallatok, nem? Technikai nem anya. Hallatok? Na, szia, szia. Igen, én is örülök Sára, hogy jobban vagyok, már nagyon-nagyon elegem volt belőle, úgyhogy hála az égnek, jobban vagyok. Jó a hang teljesen? Mondjuk mindenki így szokta kezdeni, nézzük kasza live-ot, az is így kezdi. Teljesen jó amúgy a live. Jó, szuper. Na most már jó, szuper. Gyereknapról lesz szó, mert holnap lesz gyereknap, és hát anya, én is gyerek vagyok, nagy gyerek. Mindenki gyerek, igazából addig gyerek, amíg van szülő, úgyhogy tök király. A gyereknappal kapcsolatban nagyon-nagyon esős idő lesz holnap is, szakadó eső. Nem tudom, hogy ti hogyan ünnepeltétek eddig a gyereknapot, vagy milyen emlékeitek vannak. Mit szoktatok csinálni gyereknapon, a szülők meglepnek-e, meséljetek egy kicsit, aztán mi is mesélünk, hogy mire emlékszünk a gyerekkorunkból, gyereknapi dolgokról. Mikor játszatok StarStable-el, lehet majd veletek játszani? Lehet, amikor lesz szia, live. Please. Jövő héten már reméljük lesz. Jó van, Sára, ő Jennifer Sandlin. Szia, Beatrice. Lovasoktatom Paciának, megszületett a csikója, és holnap megyek lovagolni. El fogom lopni a csikót, ne lopd el szia, azért. Bea. Szia, Krisz. Szia, Bea. Szia, Anna. Hogy vagytok? Szóval nekem igazából tök jó, mi öcsém szülőnapját ünnepeljük. Na, istenetesen sokáig. Na, boldog születésnapot kívánunk neki, ismerjük is. Nekem nagyon-nagyon jó élményei vannak. Kezdhetette? Ja, kezdhetette nyugodtan gondolni. Jó vagyunk. Nem, ők is hagyj ír, addig írjatok nyugodtan gyereknapos történeteket, vagy mit szoktatok kapni gyereknapra, szoktatok-e ajándékot kapni, mi szia, amit Disney. Mindig kaptunk, azt elmondhatom már az elején, hogy suliba, például mindig az volt, hogy apukám ugye édességforgalmazó volt, és bevitt több doboz csokit, és akkor az egész suli kapott édességet. Ez tök jó volt. Hát nem tudom, nekünk az volt, hogy volt felállítva egy ugrálóvá. És hát a szülői közösség egy része rakta össze, de hogy arra a csokira emlékszek csak. Hát, hogy volt nálunk ilyen ugrálóvár, meg mindenféle ilyen programok voltak, előadások, mindenféle, tehát így kapott annyi volt, hogy nem tanultunk aznap, hanem így, vagyis az előző pénteken így nem tanultunk, minden, hanem csak játszottunk, meg előadások voltak, meg ilyesmi, meg versenyek voltak. Ilyen, mit tudom én csinálok, képzeld, leestem a lóról. Hát igen, a ló igen, az veszélyes sport, a lovaglás. Amúgy én gondolkozom, a suliban nem tudom, annyi, hogy volt egy ilyen nagy szünet, amikor megkaptuk az ajándékokat, de attól majd úgy tanultam. Volt egy nagy szünet? Hát, hogy igen, hosszabb volt meg az igazgató beszédet, mondott gyereknap alkalmából, stb. Azt mondom, nektek jó unalmas gyereknap volt akkor. Igen. A nem. Gimiben már nem, ott nekem az, hogy a gimiben tartották a ballagásra együtt, hogy akik elmennek, a babanapot tartották meg gyereknapon, összevonva, okay. Hogy egy nap kelljen csak nem tanítani. Hát ez jó fura, nem tudom, nekünk az volt, hogy szerintem a babanap az nálatok a bolond ballagás volt. Igen, az az. Hát, hogy a baban, bolond de a rákerestek Instán mind a kettőre ad ki képet. Bolond ballagást hívták nálatok babanapnak. Igen, na, szia, szóval nálunk Diana, az volt a helyzet, és Barbara. Hogy utána olvasok kommentet. Hogy egész nap nem volt tanítás, és volt egy gokárt kölcsönzős emberke, aki ilyen pedállal tekerhető gokártokat hozott ki, és volt egy nagy salakos pálya, ott lehetett befizetni ilyen kis jegyekkel, és nagyon-nagyon jó volt, és mindenfélével ilyen feladattal, kb. Mint egy ilyen vorsli, úgy kell elképzelni, mindenféle feladattal tudtál szerezni ilyen kis zsetont, ilyen kis cuccot, és akkor azokat tudtad beváltani. Akkor volt ugrálóvár, és akkor például volt olyan terem, ahol
ahol feladatsorokat kellett megoldani, és akkor azért is tudtál zsetont szerezni, meg volt olyan terem, ahol ügyességi feladatokat, vagy torna részlegnél ott zsákban ugrálás. Nálunk ez ugyanezek voltak, de csak a borlogásnak. Valaki nulla írja, hogy én gyereknapra már nem kapok semmit, nem is akarok sulis gyereknapokat, meg utálom. Addig szerettem, amíg volt paci és rá lehetett ülni. Hát mondjuk azok elég kegyetlenek, de most erről ne beszéljünk, mert David nem szereti, a hírekről beszélek, hogy azok igen, elég kegyetlenek, hogy konkrétan... Igen, Janez Kapucincica. Miért vágtad le a helyet, mert hosszú volt? Igen. Az a paci, ami a képemen van. Ne. Mi a helyzet? Mi jól vagyunk, köszönöm. Hát az a telefon egyfolytában még folyamatos. Mi csütörtökön kapunk két oltást, mert elmaradt, ugye? Uff! Kitartás hozzá. Én most gyereknapra ugye eszét kapok az új pacik miatt, általában hogy tárgyakat kapok, például I don't know, igen. Nekem nincs gyereknapi emlékem. Hát igen, valaki nem ünnepli. Köszi anya a puszit. Hello, most végeztem a rajzolásra. Mit rajzoltál Panna Arnold? Szívesen megnézem. Mi nekünk suliban gyerekkori játékok, aktivitások vannak. Elég írja, hogy náluk semmi nincs. Holnap kimegyek a lovamhoz, több hónapig nem tudtam talizni velem. Gondolom vele és egyik ismerősöm lovag volt. Oké, szia Luca! Mi csütörtökön kapunk két oltást, mert elmaradt. Hát azt pontosan megkapjátok, hogyha ilyen kötelező az egyértelmű. Csináltam egy TikTokot, ami arról szól, hogy Dave milyen jól tudjon a szavába ordibálni. Na majd megnézzük. Ez nagyon jó. Írj el rám Instán, írj egy üzenetet és meg ezt tudom nézni. Kérlek küldd el, mert ez priceless. Szia Golden Tigers Club, üdvözlünk mindenkit. Szia Boglárka. Szia Boglárka, hogy vagytok, meséljetek. Meséljetek, hogy telt a mai nap? Nálunk itt ugye szakadt az eső. Ja igen, ezt akartuk még elmesélni. Elindultunk volna vásárolni, nagy bevásárlás, mert ugye pünkös lesz. Meg? Hova mentünk volna? A kertbe megnézni ilyen a kertjét, és erre úgy érkezett szakadni. Az eddig jutottunk, felvettük a pulóvert, meg a hosszú nadrágot, és már szakadt az eső, úgyhogy rip. Igen. Emlékszem, még általános iskolában volt ugrálóvár, meg csacsi gyereknapon, most meg semmi nincs. Szia Gábor. Jöttem, szia Abigail. De ez amúgy jó program, nekünk is hasonlók voltak. Igen. Igen, megmutatom nektek gyerekek, mit kukáztam. A fára jó tanítottam. Én vagyok a legjobb tanítványi vicces. Ennyi. Én arra emlékszek amúgy gyereknapra, hogy majdnem mindig összemosták a majálisra, és akkor fellépők voltak ilyen, hogy Bonbon, MC Avery és a Teknő, Groove House, Jolly, Baby Gabi, kire emlékszek még, várják, Gangsta Zoli. Na, szóval. Hasonló. Gyerekek, ezt kukáztam. De erre van egy ötletem, hogy fogunk beletenni. Nem kukázt, hanem le volt rakva egy szekrényben. Le volt rakva a kuka mellé, de igazából, ha kukában lett volna, akkor is kiszedem, mert tetszik. Semmi baj. Úgyhogy... És mindent átfertőtlenítettünk. Gyerekünk, nincsenek konvenciók ezen a csatornán, ebben a családban nincsenek konvenciók. Minden szabad, amit nem tilos. Szóval, ez egy ilyen kis kerámia halacska, és az a tervünk, vagyis Dave-nek jutott az eszébe, hogy földet teszünk bele, és olyan lesz, mint az én fejem most, ott majd kinői. Ezt nem is lettem észre, hogy így tartom. És ebből fog majd kinőni. Jaj, csuhaj! Gyereknap nálunk úgy volt, bocsánat, hogy nagyon, csak nagyon lemaradunk, nagyon, hogy nem volt tanítás, és mi összegyűlünk szülőkkel, és ovisok talán előadtak valamit, és volt tombola, nem nagyon szoktunk gyereknapozni már, de már nincs. De miért nincs? Azt szerintem mindig kéne, érdekes. Szia Emily, DH jelentkezés. Szóval. Ezt a kis kosárkát is találtuk a kuka mellett, és basszus, semmi gondja nincs, semmi baj nincs az égvilágon, és lehet benne növényt is tartani, mert ugye ki van műanyaggal bélelve, úgyhogy nem ereszti át is. Beletettem ezt a kis növénykét, ami neked így nem volt jó. Én olyan gyerek vagyok, aki utálja a csoportos feladatokat, de egyénieket is utálom, a játszóteret, játszóházakat utálok, kézműveskedni, gyűlölök, fóni táborban, meg csak lovakkal voltam. Wow. Hát ez lehet, hogy majd kinevet később, nem tudni. Most lett egy ötletem, egy-két óra. 1-2 óra és Csavis rajzolok. Oké. Okay. Búcsút is utálom, én ezt szeretem. Nem szia, Tóth Dia, most azt tisztázzuk, az embereket nem szereted benne, vagy... Na, és így kiültél a képből. Igen, teljesen. Igen, csak próbálok behelyezkedni. Hogy az embereket nem szereted, vagy magát az aktivitást nem szereted. Vagy hogy nem szereted az ilyen kézműves cuccokat, vagy nem, mert amúgy el tudok képzelni simán, hogy van, aki nem szereti az ilyen dolgokat. Nálunk például arra emlékszek, hogy céllövölde volt, dodgem volt, meg ilyen... Ilyesmi. Meg hát még voltak fellépők, mit tudom én még ki. Egyszer jött gyereknapra Alekosz. Esküszöm. Anya, gyereknap, elmegyünk a kínai. Anya, gyereknap, elmegyünk a kínai boltokhoz, ahol apa dolgozik, és most komolyan korona.
Ja, mert most nem mentek. Ó, én most nemrég jöttem be, voltam biciklizni, meg boltba. Na, az király! Miért rajzoltam lovat, ha nem rajzoltam neki szemet? Ó, szemben. Jó, amúgy ez király, teljesen jó. Azt is megcsinálhatod, hogy ilyen galaxisosra kiszínezed. Igen. Vagy mit tudom én. Tényleg, én ha már, nem tudok, ha már szilveszter. Most kaptam valakitől Steam-en ajándékot, és Zoe és Szilveszter volt írva a névnek. Ha itt vagy, akkor reagálj, vagy hogyha ezt ma YouTube-on látod, majd a fel lesz töltve, akkor reagálj, please, hogy te küldted. Megköszönöm szépen. Minden ajándékot köszönök, amit akár Fortnite-ba kapok, giftelve, vagy pedig Steam-en keresztül, vagy Epic Games-be, mindkettőt, mind a háromba kaptam, mindkettő, elmondok háromat és kettő, persze. Isjuc, Bia, szia! Luca Várazi, szia! Just. Bálint Csenge, szia! Mindenkinek, szia! Cica. Én most egy olyan üvegbe ültetek virágot, amit a fagyihoz kaptam, és nem tudom, hogy olyan virág lesz a magból. Mert ez olyan meglepetés virág. De jó! Meglepi virág! Jaj, ti voltatok! Senki lánya és a Szilveszter 18. Köszönjük, köszönjük szépen, de cukik vagytok. Gondoltam, de ugye Zoe például a Sweet Garden is. De nem nézted meg, amit írtam. Hát mert már ment a live. Én addig néztem is, hát utána nem néztem. De köszönöm szépen, köszönjük majd szépen. Ki fogom próbálni, még nem is tudom, mikor tettem be ezt a játékot tavaly év elején. Igen, direkt betettem, hogy 500 játékot, ami érdekel, vagy szívesen játszok videót, vagy live-ot belőle, és mindig öröm, hogyha megleptek. Már szürke bár, azt leginkább árnyékol el. Hogy mint, most már jól vagyok, hála az égnek. Képzeljétek el, egy kis update. Oh. Bocsánat. Normi. Most, mint láthatjátok, be volt fonva a hajam. És a csatornámon van egy sorozat, amit most kezdtem el, hogy a hajamat meg szeretném növeszteni. Szia, Laila! És abban részletesen beszélek, az első rész van még csak fent, de majd jön hamarosan a második is. Abban részletesen beszélek arról, hogy 30 napig nem fogom csak befonva hordani a hajamat. Úgyhogy majd ezután fogom. Dév, nem veszel régi kvarceri kell lovat? Nagyon dilemmázok, mert nagyon sok mindenre kell a pénz. Az SC, és nem tudom, hogy hogy lesz, mert gondoljunk bele, meg szeretném venni két hallovat, vagy kagylólovat, az maga 950 darabja, akkor az már 1008 fölött lesz, meg akarom venni a ráját, az tuti 350 vagy 450 lesz a nyereg állatka, én adom, hogy lesz két színbe, Jana szerint egy színbe lesz, én abból indulok ki, hogy most a Cica is két színben volt az előző két őslónál. Azon kívül még őszi tortát is meg kell venni, az fingom nincs mennyibe kerül, mert az Janáék ötlete volt, muflonossa, azt sem tudom mennyibe kerül az a ló. Az őszi torta szerintem vagy 800, vagy... Szia! Mi újság van veled, derék lettek, mert én örülnék, ha velemig érne a hajam, mert mint hogyha, mert most rövidebb vagy hosszabb a tiéd, mert nekem igazából nagyon-nagyon durván hosszú volt már, mikor igen. Levágtam. Mikor levágtam, ideig ért, és mondom, screw it, levágom ideig. Te leszel a haj. Igen, én leszek jön a haj. És utána levágtam, és bazira megbántam. Szia, Nikol, szia, Niki, tényleg, egy évbe vágtam le, és ennyit nőtt. Ennyit nőtt, egy év alatt. Én is örülnék, ha vállamig érne a hajam. Szerintem 850 lesz, sokkal hát nem tudom. Értem. Figyelj, igazából gyorsan nő. Most nagyon gyorsan kezdett nőni a hajam. Nagyon brutális, meg amit észrevettem, hogy sokkal tovább lejönnek a babahajaim. Most konkrétan idáig lejön a babahajam. Ide is. Nagyon brutális, ilyen kis pihék. Pizzas. Igen, és a kérdésre visszatérve nem tudom. Azért nem tudom, mert spórolás van az SC ügyileg, mert végre 8-a után már dolgozhatunk mindketten, végre kezd visszaállni, amit a koronavírus így lerombolt. Úgyhogy, hát még az kell egy 2-3 hónap, de végre most már pozitív irányba megyünk előre. Hál' úgyhogy Istenem. Ezt nagyon várjuk. Nekem is végre megnyit a munkahelyem, és úgyhogy most már így örülünk ennek. Aztán már fel akartam tenni YouTube-ra egy Boku no Hero AMV-t, amit megvágtam, erre persze letiltott a világszinten, mert hát nem én csináltam az animét, de aztán most nem is értem, de aztán most felleveztem, hogy de... De már, én csináltam! Én írtam, de hogy is. Én hát, rajzoltam. Hogy másik több száz animés cucc is van, és ebben van egy ilyen hivatalos szöveg, hogyha ezt beleírod, akkor engedélyezik. Szarom én le a bevétel szerzés, csak annyira ütősen meg tudom csinálni, most már az ilyen AMV-ket, rengeteg ötletem van, de nem tudom magamat kiélni, hogyha nem tehetem közzé. Tehát, hogy magamnak meg minek csinálni. Nem lehet az zene miatt tiltotta le? A zene miatt egyáltalán, csak meg a groove pause, az mindig csak megosztást kér. Igen, igen. Mi a helyzet gyermekeim, hogy ilyet láttam, hogy ilyet, tehát semmi különös, el vagyunk, most Somót itthon voltunk, aztán most dolgozunk, végre megint csigák mit csinálnak? Amúgy ajánlok egy fagyit, amit nem sokan ismernek, pedig nagyon finom, ilyen vegán pisztácia ízés, ahhoz volt ilyen üveg, amiben elültettem meglepetés virágot. Tök jó, mert akartunk fagyizni. Milyen eve?
Jaj, Akartunk igen. fagyizni, csak Szia, nem volt Lili! nálunk készpénz, csak bankkártya, és még terminálra nem használható, Most viszont van egy nyitott egy csomó vegán fagyjuk, fagyizó úgyhogy majd visszamegyünk a pár hét múlva. Na, Ah, azt mondta, de hogy már jó. megrendelték a terminált, de még nincs. Még nincs saját terminálom, kölcsön adtam volna. Én is csinálok AMV-t, de eddig nem tiltott le egyiket sem. Az a baj, hogy például a Pokémon, Naruto és Boku no Hero is azonnali tiltást ad, ha részekből használsz. És a Igen. Pokénál is vért izzadt, amire a Titanicost felengedte, és láttátok is, hogy kb. Az egészet át kellett alakítani, úgyhogy én se értem, hogy mi a szar. Senki lánya, próbálj meg Pokémon, Naruto vagy My Hero-ból csinálni egy AMV-t, és hát ha nem tiltja le, akkor add meg a titkot, hogy hogyan. De hogyha van AMV és a csatornán, vagy itt Instán, akkor írjatok, hogy nektek hogy engedik fel közé Nekem tenni. is kéne vegán fagyi. Szia Nóra, hogy vagy? Hát figyelj, igazából, hogyha van otthon gyümölcsötök, akkor tök könnyen tudtok csinálni Nagy vegán Tesco-ba is fagyit. lehet kapni. Igen, meg Spárba is már van. Majd postáz jön. Oké, mindenféleképp. Mindenféleképp. Most meg Spárba mit is. fogunk enni? Na találjátok ki, reggelire lehet enni. Tőle kérdeztem. Ja, reggelire lehet enni, kell hozzá kenyér és nagyon finom. Igen. Jöhetnek a tippek? Jön a téged legutoljára november vagy december látok Pesten, akkor is Igen, emlékszem, valahol a keletinél összefutottuk, és mondom, látom, hogy jön, szia, mondod, szia, és mentünk tovább. Szia, hova? Rohadt vicces volt. Gofri, igen. nem, ez sós. Igen, Gofrihoz nem kell kenyér. Nem meglepődtem, hanem megörültem, hogy megláttalak, meg minden. Akkor épp próbáról jöttem haza. Mundás kenyér? Mundás kenyér. Ezt az ételt nem ismerem, hogy mundás kenyér. De majdnem. Milyen az a mundás? B. Most már káhom. B. Azt az ételt sem ismerem. Tojásra dobtam. Nem. Nem. Kenyeres de kenyér, holnap az de jó hangzik. Holnap lehetünk tojásra. Jó. Vagyis hát vegán tojásra dobtam. Ez az, amikor a vegán férfiaknak kirágják a tojását. Jaj, de jó. Szia, szép laki biós, ne higgyük. Kenyeres kenyér, nem. Szia, Ashley, mi újság? Igen, bundás kenyeret fogunk, tojásmentes bundás kenyér, aki nem viszi, járjon utána, vagy jöjjön el hozzánk, és akkor 1500 forint per szereti eladó. Ne jöjjön mindenki hozzá. Na jó, nem, leadjuk, mert még azért kicsit meleg vírus van, úgyhogy csak leengedjük az ablaknál. Az is lesz. Igen, mert ilyen csípős meleg szendvics, az nagyon ráfügtünk, nagyon finom. De jó lesz. Szia, Bia, hogy vagy? És meséljétek ki, hogy van. Hogy vészeltétek át ezt a koronát, mert akartam ugye egy beszélgetős live-ot, de úgyis fel fogom tenni YouTube-ra. Úgyhogy valószínűleg, hogyha nem sikerül, nem elcsesznem. Banánkenyér, aztán, ha sikerül elcsesznem, akkor persze lesz egy külön beszélgetés. Sütőd majd banánkenyeret? Már jövő héten. Szia, hát Dóra, mondjuk ebből a hétben már csak egy van, ugye? Igen, egy nap. Indulok, kb. Két nap, szóval futok. Tökéletes. Ja, okay. Én annyira nem szeretem. Szia, Zsófia, hogy vagy? Mizu, köszönjük, pedig már írtam volna. Semmi baj, köszönjük. Semmi baj. De szép madárkák repülnek az igen. Igen, ki ismeri a Far Cry nevű játékot, mert akciós volt és megvásároltam. Szia, már nem most, hanem már Szia, pár nappal héttel ezelőtt, de ajánlott az egyik moderátorom, és egyébként is szemeztem már a Far Cry-jal. Szoktatok sajtoltát csinálni? Nem, de szeretem. Na, valamikor csinálhatunk. Hát rossz volt, mert hiányoztak a barátok, ezt átérzem, nekem is Nekem is ez. Már. Most hát fogok találkozni egy barátom, és nagyon jó lesz. Én ismerem. Tök jó. A Primal vagy Primer változatot vettük Primal. Meg. És azzal fogok játszani Primal. Holnap, hogyha minden jó megy, akkor holnap lesz az első live belőle. Ugye az ilyen ősemberes, hogy te vagy az ősember, vadászol, kutatsz, meg mindent csinálsz, úgyhogy visszamegyünk az őskorba, bár ez az előző haj és szakálviseletemmel jobb profil lett volna, igen. Abból lesz egy fotó, de hát mindegy, visszamegyünk az őskorba, és megnézzük, hogy Dave túléli-e, vagy széttép egy karfogú tigris, vagy egy mamut, vagy egy másik ősember. Egy karfogú tigris. Amúgy az a durva, hogy a másik ősember is megölhet benne, úgyhogy holnap visszamegyünk az őskorba. Remélem, igen. Hogy jó lesz. Még nem játszottam direkt vele sokat. Mert nem akarom leszpoilerezni. Szia, Lilian! Na, mert ezek mindig dilemmák, mert sokkal jobban tudnék játszani, hogy egyszer előtte végigjátszom, de akkor nincs meg az a hatás, ami live-okban van. Köszönöm, hogy ennyire izgalmas a lehet. Bocsánatok, kérdésként leültem. Hát, mert nem izom. Miért írták nektek, hogy rossz videósok vagytok? Nem tudom, de igazából megnéztük a kislánynak a csatornáját. Van rajta 6 videó, és
És lesz Konkrétan hamarosan egy leteszi a semmi baj ezzel, tényleg, csak akkor ne kritizáljon. Én igen. se kritizálom a PewDiePie-t, hogy mennyire rossz videós. De hogy rossz, még most akkor játszik a sem, Minecraft Dungeon, ne, 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 szar. Dungeons. Vagy azzal, még nagyon akkor jó. sem kritizálnám, ha tényleg rossz videós lenne, mert így nem is ismerem, de hogy leteszi a kameráját, vagy monitor telefonját a elé, monitor elé, és és úgy azt veszi, hogy veszi, eszeszózik. hogy eszeszózik, Sokan és csinálják, ezt de ezt nem csinálja, tartjuk jó tartalomnak. Sziasztok! Konkrétan így videózik, és úgy kritizált. Ez egy... Igen, tehát lesz hamarosan egy, azt kezdtem mondani, jövő héten érkezik egy végre viral vár sorozat, nem úgy mondom meg, kritizál, hogy hogyha van hozzá alap valami. Igen, hogy... ahol videósokat mutatok be, akik mongufták meg, stb. Már hatot Szia, kiválasztottam. Szia, Kapucin, cica, és, ott például fogok építő jellegű kritikát is mondani, akinek valami nem tetszik. Nem azért, mert profi vagyok, csak hogy mi is voltunk olyan szinten. És igen, csak szimplán valaki azért van feliratkozva ránk, mert nem szeret, de ezt meg még mindig nem értjük, hogy miért nem görget tovább. A szomszéd gyereke 2 éves, és néztem egy régi live-ot, Davy völtött, a gyerek annyira megijedt, hogy elkezdett sírni. Jaj, én már de jó kijegyzettem ég, a Kvartelovam 6-os, 15-ös. Nem, Bianca, nem arról van, hogy tartsa meg a véleményét, nyugodtan elmondhatja, csak akkor legyen de ez építő, nem építő kritika, kritika. Most kritika. Ilyet írni valakinek, hogy szar vagy, mit tudom igen. én, mi, akkor nekem nem tetszik egy dal, azt mondom, ez szar volt. Tehát ilyen, ez nagyon primitív, egyszerűen nem tudok másra. Meg minden, átérzem. Szia Lili, remélem, hogy nem, marad le, nem maradtál le, szem, örülünk, hogy itt vagy, öreg szem. Kapucin, jaj. Szia, köszönjük, hogy itt voltál mindenkit. Nem, elmondhatja, csak tényleg építő jelleg ilyen. Tehát meg szoktam fogadni, nagyon sok olyan volt, amit meg is fogadtam, például amikor akár Szilú vagy Ovenék mondtak dolgokat, és teljesen igazuk volt, vagy hogy adjak a minőségre, tőlet, ami... azért mondom, akkor azt, hogy a fekete sáv ne látszódjon, annól még a Bálna is rengeteget mondott, amiből igen. tudtunk építkezni. És persze volt beefünk velük, meg volt, ami szarulás, de attól függetlenül igaza attól volt. De attól tényleg igaza volt, és tényleg ezért, tényleg... Úgyhogy innen is, Pacsi, majd egyszer lesz, volt. A következő hónapra tervezek egy videót, hogy youtuber példaképeim, aztán majd meglátom, hogy mit reagálnak, szerintem lesz, aki kirédzsel azon, hogy én, nekem ő volt a példaképem, de hát ez van. De a gyerek boldogsággyilkos. Köszönjük szépen! Nem, nekem nem, jöhet nem. az építő kritika, Esmészteri Ryder írja azt. Lesznek. Én most egyet Kriszbert, ha nem tudom, itt vagy, akkor mondd. Kérlek. Akkor 15-ig ilyen könnyű lesz. Nem, 15-ig nem könnyű, ilyen 6-os, 7-es, 8-ig. Meddig könnyű feledzeni egy lovat? 5-ös szintig. Utána... Most jött egy 6-os. Mármint, hogy mire gondolsz? Nem értem. Hát, hogy ő neki most 6-os a lova. Igen, Norbert YouTube-a jelenleg igen, olyan hát ember, akire fel is nézem. Szerintem 5-ös szint után nem olyan gyorsan megy már. Utána kezd el már lassan. Hát már 8 fölött nagyon sok kell. Ugye, több XP kell hozzá már akkor, hogy szintet lépjen. De azért most már sokkal könnyebb, mint régebben, mert azért most már ki elmegy a izéhez, Joshhoz, a farmra, ott konkrétan annyi egy plusz szeret. Csinálni. Az a sok ember, mi? Az sok emberrel, hogy nem tudják kifejteni, hogy miért nem tetszik neki, persze vannak egyének mondjuk nem tetszik a játék, vagy az a tartalom alá kommentelt, és abban nem lehet mit csinálni. Szia, Dia! Így van, meg most nekem erről az a véleményem, az a probléma, hogy... nem tudja. Igen, tehát most mondja meg, hogyha én nem vagyok szimpatikus, mondja meg, ha Jana nem az, mondja meg, hogyha a párosunk nem, vagy ha a játék, amivel játszunk, de az, hogy ez egész a kontextust kiemelve annyit mond, hogy szar, ez még nem tudjuk, hogy mi volt, ami nem tetszik. Tegnap egy 1-es lovat feledzettem 10-esre. Na, gratula, tök ügyi vagy. Szia, Jászmi. Nekem meg igazából az van, hogy most például van egy fitness csatorna, akit követek, nem vegán a csávó, és viszont nagyon jó ilyen workout videókat, meg vlogokat csinál, és tökre motivál engem is, meg minden. Nézem azokat a videóit, de az én mit tettem, vagy innen videóit nem nézem, mert ugye én vegán vagyok, és nem akarom felcseszni csak magamat. Ki mit szeret? Ki mit szeret? Egyszerűen csak nem nézem meg. Ugyanúgy fel vagyok iratkozva, vagy mit tudom én vagyok, akkor nem is kell feliratkozni. Hanem csak egyszerűen igen. nem nézem, mert de nem nekem is van olyan, rá. Jana tudja azt, hogy Nazdaninál vagyok, úgyhogy nagyon szeretem, amikor sztorizik, vagy hülyéskedik, vagy színészkedik, azt nagyon szeretem, de például a GTA live-okat soha nem nézem, mert nem köt le. Arra igen. nem is klikkelek rá, mert úgyse nézném végig. Hát de tudod, tehát hogy nem tudom, nézed, hogy meg annyira akkor... nem, vagy a Norbert YouTube-nál is ott van Fortnite-ot, imádom nála, a GTA-t GTA szintén nem tudom hova tenni. Persze az építő kritikák a legjobbak, csak akkor szebben megfogalmazhatta volna ő döntése, hogy idővel majd meg. Persze, meg most azért is reagáltam, gyerekek, mert viccként. Most konkrétan
Szerintem most nem akarom megsérteni, de szerintem takarod, nincsen takarna. 10-11 évesnél idősebb. 10-11 évesnél, mert nem is emlékszem, hogy mit csináltam. Hát de most egy visszakon, hogy 10-11 évesnél, ott lementem volna mondjuk, ahol játszottam a klubban, mert nálunk külön klub volt, ahol lehetett játszani Szegon, és mondtam volna Laci bácsi, szar vagy. Miért nincsen meg az új játék, szar vagy? De most tényleg én jó, nem tudom. Most nem vállalhat felelősséget mindenki a... Szia, Júlia! Gyerekkori tetteiért, köszönjük, mint amit. Én is verekedtem például gyerekkoromban, most azért nem vagyok köszi, egy szar ember, hogy verekedtem. Hát most vagy Júlia, te az a Júli vagy, kívül. Akivel találkoztam, mert ezzel most gondolkoztam hirtelen. Szia! Szia, Uri Amuza... Ti is nagyon. ...Bisuto. Köszönjük. Ez egybe szemben. Dév, nem irigy, ha te például YouTube-et nézed. Nem vagyok irigy, hogyha nézek egy másik YouTuber-t? Hát szerintem, hogyha szeretjük a YouTubert, akkor inkább örülünk neki. Igen. Hogy milyen nem jó, hogy annyi irigy. Most például arra kicsit irigy voltam, hogy Xboxra van egyelőre az új Minecraft, mert az új Minecraft, ahol nem csak arról szól, mint az alap Minecraft, nagyon tetszik, viszont nem találtam meg PC-re vásárolhatóra, pedig gondoltam rá, hogy a YouTube bevételből, hogyha majd megérkezik valaha, szeret kb. 1-2-3 hónap, akkor azt megveszem és játszom online, úgyis mindig kértétek a Minecraftot, viszont PC-re még nincs, de láttam, hogy Ovenét játszották, láttam, hogy a Nessáék, a VR-ék játszották, Dogi Andi játszott, a Ice Bluebird, és tök jó például rájuk, így nem vagyok irigy, mert tök jó, amit csinálnak. Ha ez volt a kérdés, egyáltalán nem vagyok így egyikre se. Ami amúgy fura, már régen simán az lettem volna. Hát jó, meg most mit számít irítségnek? Ugye azt mondtad, hogy ú, de jó lenne, ha nekem is lenne ennyi feliratkozom, vagy az, hogy tökölj meg, hogy ennyi feliratkozója van, Mert miért van meg neki ez a játék? Irítségnek is van. Mert olyan irítséget már kaptam, hogy miért van ennyi eszcét, nekem nincs. Igen, hát ez nagyon sokszor. Tehát ilyen üzenetet kaptam, persze. Szerintem az a Minecraft olyan lesz, mint a Valorant, 1-2-3 hét, és már alig játsza valakit. Minden újdonsága jön. Majdnem minden ennyi. Gondoljatok vissza a lovak. Vagy gondoljatok vissza a Temtemre. Első 3-4 hétben mindenki Temtemt játszott, még az is, aki soha nem pokézott, és akkor utána hirtelen senki. Most mondom, magam ellen is beszélve, de mi ugye várjuk az az ellen a frissítést, mert hogy konkrétan nincsen kb. Semmi, a dojo-kat elvittük és várjuk. Tényleg az az ellen van egy Insta fiókja, kövessétek be, please, nagyon nagyon jó dolgokat csinál. Nagyon király dolgokat csinál. És olvasok többet egyelőre nem mondunk. Nem akarnak megsérteni titeket, de például én is szoktam annyira live-ot meg videót nézni tőletek, mert mondjuk Jurassic World live-ot nem annyira szoktam nézni. Hát ez így van, ami és ezzel tetszik, semmi baj nincs, nézed, főleg persze. Egy olyan csatornánál, ahol nagyon sok minden van. Tehát nem szeretek mindent, nem várhatjuk el, hogy szeretsétek minden, szóval meg nem várhatjuk el, hogy ez nektek a szórakozás, hogy szóval ez igen. Nem kötelesség. Meg azért csinálunk ennyi fajtát, hogy mindenki megtalálja. Igen, csináltunk szeret. Már ma már. Én csináltam meg. És az enyémen nem sikerült egy. Haladunk vele, de nekünk később lesz meg, mert sokszor hibáztunk az elején. Mondjátok, hogy TikTokot küldjem el, elküldöm most, mert miért ne. Nyugodtan, persze, nagyon örülünk neki. Elfelejtettem, mit akartam írni. Hát az jó. Amúgy mondjátok, én múltkornyomban beszéltem, és felejtettem el, hogy mit akartam itt mondani. Nem kéred amúgy a teled? Hát majd utána nem tudok inni meg beszélni egyszerre. Hasbeszélő még nem vagyok sajnos. Bíró Nóri, szia, hogy vagy? Ja. De a gyereknapra amúgy még az rémlik, hogy elmentünk McDonald'sba, Kecskemétre talán, de hogy így ezen kívül, meg esetleg étterembe, így ez volt a gyereknap, hogy nem tudom. Így visszagondolva. Apró ajándékot kaptunk, de ugye én gazdag családban nőttem fel, sok ajándékot kaptunk, így nem annyira különbözött most az, hogy gyereknap, vagy én, nem gyereknap. Én életemben egyszer voltam gyerekkoromban McDonald'sban. Akkor volt az, hogy volt ez a Bendegúz. Nem tudom, hogy megvan-e még mindig. Szia, Sketty! Szia, hopsz, felrúgom az asztalt! Látod, megjön Sketty és földrengés lesz. Szóval, visszatértem, rendben van. Szóval, hogy volt ez a Bendegúz, és a Bendegúz ez egy ilyen... És szia, Liliana! De nektek volt? De az mi az, hogy Bendegúz? Ilyen levelező verseny volt. Nem kaptunk volt. Egy kisalakú borítékban megkaptuk a feladatsorokat. Nem baj, Esli, hogy mi egy gyereknap hogy, hogy mi a feladatsor. És volt matek, volt nyelvtan, idegen nyelv is volt, meg mit tudom én, és nagyon-nagyon-nagyon
jó volt, mert egyszerűen az volt, hogy kaptunk mindig pesz cukorkát a borítékban, és akkor be kellett küldeni a versenyre, ilyen vetélkedő volt, és akkor minden hónapban kaptunk egy feladatot, ezt meg kellett mondani, visszaküldtük. Német, ilyen levelező verseny volt, és akkor voltak országos versenyek is belőle, évente. Spanyolország. És akkor... vicceltem. És akkor évente volt országos verseny, és akkor egyszer az országos versenyen a csapatunk azt hiszem első lett. Tök jó. És nyelvtan, irodalom kategóriában, és hát annyira megdicsértek minket, meg minden, hogy azt mondták, hogy bevisznek minket megkízni. És akkor voltam életemben szerintem először McDonald's. Pedig ott van egy köpésre tőletek, ahol laktál. De nem jártunk ilyen helyekre. Mi nem étkeztünk gyors kaját. Örülök, vagy jobban vagy, Déviana pedig gyönyörű. Ez így van, és köszönjük szépen. De szuki vagy, köszönjük. Tudjuk fel, hogy én 12 évesen videózok, és nem kapok olyan kommentet, hogy 12 évesen miért videózol, de ez valószínűleg azért van, mert egész mondatokban beszélek, és úgy fejtem ki a véleményem, hogy senkit, gondolom majd folytatod. Igen. Én gyereknapon kaptam volna eszét, de nem kaptam semmi baj. Ó, sajnál. Ne sértsek, senkit ne sértsek meg. Igen, mondjuk az is sem mindegy, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy ugyanolyan mindenki mondjuk 10 évesen vagy 11 évesen. Igen. Ezért mondom én is mindig, hogy nem a kor számít, hanem az, hogy hol áll az ember. Hát nálam például lesz 11 vagy 12 éves abban a videóban, és rohadtul jó. Én most, ahol tart... Nem mindig, hanem férjékeny. Hogyha 2-3 évig csinálja, jobb youtuber lesz, mint én, ezt most megmondom, de majd meglátjátok a videóban, hogy kiről beszélek. És még gyerek. Aztán engem kiráz a hideg a régi meg is bohóctól. Szia, Liza, miért? Ettől csináltam egy női verziót. Szia, Natália. A meg is bohócból. Csak kicsit lemaradtam. Én azt hiszem 4-től egészen 7-ig csináltam a tudásbajnokságot, kb. Ugyanolyan, mint a Bendegúz, vagy nem tudom. Aha, lehet. Ó, de jó, én nagyon szerettem. Én csináltam nagyon sokat, én emlékszem. Miket? Hogy mi volt? Mit tudom én. Nem az volt, volt egy tappancs viság. Volt német is. És abban volt... abban volt egy hirdetés. Na, ott láttuk meg, mondtuk az osztályfőnökünknek, és akkor az volt, hogy volt a Pali, meg nem is tudom ki volt még benne. A Pali meg én biztos, hogy benne voltunk. Aztán én 8-ba abba hagyta, hát nem tudom. Én is szerintem ilyen 6-7-ig csináltam maximum. 6-ig csináltam. 4-től, nem, 3-tól 6-ig csináltam. Nagyon-nagyon jó volt. Meg aztán 7-ben volt német levelező verseny. És ott is mindig elsők lett. Várjátok a nyarat? Nem, mert a mostani nyár az konkrétan csak a munkával fog telni, mert annyira nem biztos. Volt. Lehet, hogyha én tervezek, ilyen merényletet, hogy lehet, hogy elmegyünk a Velencei tóra, vagy ilyesmilyen egynapos kirándulásra. Majd akkor a főnöknek kikérsz. Hát meglátjuk, hogy hogy lesz. 11 évesen YouTube-ozok, és nagyon béna videóim vannak, de valahol el kell. Ez így van. Van egy ilyen mondás, hogy ha nem szégyelled azt, amit először feltöltöttél, nem kezdted el időben. De tényleg nagyon durva. Jelenleg tegnap nagyon meghozott az a dicséret, amit mondtál nekem. Komolyan gondoltam tényleg, hogy sokkal értelmesebb vagy, mint néhány felnőtt, akivel szoktam beszélgetni. Ezt miután el szoktuk mondani, hogy tapancsot is egy ideig kaptuk. Jó, Istenem, de jó volt az az újság, nagyon szerettem. Igen, ezeket szerettük mi is. És emlékszem, hogy felsősök az okét vették, alsósok meg a tappancsot. Van még tappancs amúgy? A tudorka még biztos, hogy van, mert Owen McKenzie volt múltkor benne egy interjúban. Ezt is csak onnan tudom, mert valahova posztolták. Tudorka. Ugyanilyen, mint a tappancs, csak nagyobbak vették. Sony Apple Hurricane, szia! Szia! Képzeljétek, mindjárt megvan az 50 feliratkozó, így az lehet valaki gratulálok. Nem, pont ezt akartam mondani, de jó, hogy itt vagy Krisz, és téged most nyilvánosan Krisz annyit ír. Mondhatok kritikát? Mert neked akartam. És akkor meglátják, hogy kb. Mire számíthatnak a videóból, ami lesz majd másik héten. Szia, Szonya! Már köszöntem még egyszer, de újra itt vagy. Újra köszönök. Tehát, Krisz, mondhatok egy kritikát, amit már javítottál, anélkül, hogy én mondtam volna. Hála az égnek. Van még a tappancs, kistesom mindig hozza magával. De cuki! De jó! Igen, mondhatsz. Tehát az egyik, amit eleinte láttunk Janával, hogy napi 3-4 videót tettél fel, és az nagyon sok, nem szabad egy nap annyit. Mi azt mondjuk, hogy hosszú távon akkor pörög, vagy az algoritmusban helyezkedik el normálisan egy csatorna, ha majdnem naponta, 2 naponta, vagy 3 naponta vannak tartalmak, de a napi tartalomnál sűrűbben a ajánlja napi fel. A tartalom az nagyon-nagyon jó. Nekem most, én most azon vettem észre, hogy volt napi tartalom most kb. 2-3 hétig,
és meglett a 3000 feliratkozom. Hát nem, mert meg ez a azért napi van, ez azért van, gyerekek, mert a YouTube az egy program alapján válogatja be, hogy melyik videókat ajánlja az embereknek. Azt hívjuk ugye a YouTube algoritmusának, és ugye, hogyha naponta teszel fel tartalmat, akkor látja az algoritmus, hogy nagyon aktív a csatorna, és akkor fog hát hamarabb beajánlja, mondjuk, hogyha van egy, de, van egy másik vegán zero waste youtuber, és akkor az utána lévő videót, amit bead, lehet, hogy az enyém lesz. Igen, viszont nem, nem azt szeretnénk mondani, hogy akkor most naponta egy trágyát fossunk fel YouTube-ra. Igen. Tehát, hogy ennek semmi értelme, hogy akkor felveszek egy menetet, mondjuk Minecraft videós leszek, felveszek egy menetet, hogy elkezdem 5 percben, és akkor utána sziasztok, most folytatom megint 5 percben, és semmi nem történik az égvilágon. Tehát igen, ezt a szóval, hogy felveszem az egyik versenyt, másnap a másikat, mert az úgy picit semmi. Tehát azért fontos, hogy legyen meg az, mit akarsz csinálni, és hogyan akarod. Meg legyen terved előre. Igen, meg készíts több videót előre, mert ezt most mi is szívjuk egy kicsit, hogy láthatjátok. Jó, most ott volt tartaléknek nekem a Witcher-es music videó, de nem ezt akartam ma, és hogyha mondjuk nincsen ez, akkor nem tudok mit felrakni, hiába terveztem ma is. Hát igen. De azért nem szabad túlzásokba se esni, mert azért mi már napi live-oknál, napi 2 live-nál már kicsit túltoltuk, azért igen. Is, az is közrejátszott, hogy túlfáradtam, meg lebetegedtem, nem lesz napi 2 live mindig, már az nagyon sok, de az, hogy videót kaptok délelőtt, este pedig live, ez hatásosabb lesz, az Nazdaninál láttam, hogy reggel felrak egy videót, megnézik estig, és akkor is a live-on, amikor nincsen hasonló, live, akkor egy akkor videó, tehát ilyesmi. Igen, és igen. A másik az, Krisz, hogy nyugodtan beszélj többet, mert tök jó, hogy beszélsz, de ezt a szó videósoknak főleg azt tanácsoljuk, vagy aki ezt a szót gameplayezik, hogy mindenféleképpen, most folyamatosan villogom úgy a fényig, na mindegy, tehát, hogy folyamatosan... Azért villog, nézzétek. Mert mozogsz. Próbálja kompenzálni na, a fehérjét. Hogy beszéljetek, mert igazából lesz is olyan, akinek leírtam, hogy nagyon jó, amiket összevág, meg csinál, de beszélni nélkül nem jó. Magamnál is láttuk a tegnapi videónál a hogyan lett 9-es szintű szalima, ha még nem láttatok, nézzétek meg, hogy ha csak zenét vágok be mondjuk egy 20 percre, az unalmas. Igen, mármint, hogy jobb, hogyha bele-bele szólok. Szilu a legjobb példa erre, szia! Hogy önállam vannak azok a videók, hogy versenyez a Szilu, szól a zene, begyorsítva, és ugyanúgy benne vannak a bakiai, hogyha neki megy egy káromkodás, egy random valami, és azért az úgy érdekesebb valóban, hogy halljuk, hogy reagál, tehát ezt még neked is kell javítani. Nem erőltetésből kaphatnék majd építőjelögű kritikát diszti, majd erről lesz szó a videó alatt, amikor kikerül. Építőjelögű kritikát én is szívesen fogadok estére, de amúgy írjatok egy szívecskét nekem, és akkor vagy kritika üzenetben is majd meglátjuk. És akkor szia, csende gúz! Veled Fortnite-oztam ugye mutko éjszaka relatív, de este a Hannával együtt. Mert akkor köszi a meccseket, jót játszottunk. Nagyon szeretem nézni a videóitokat, mikor lesz ez a szó live? Mikor lesz kérdésekre, amúgy lesz egy kicsit szigorítás. A jövő héten valamikor megpróbáljuk, de nem biztos, lehet, hogy csak hétvégén. Amit te gondolsz, most én elmondom kedvesen, jó? Jó. Szóval, az a lényeg, gyerekek, vannak olyan csatornák, észrevettük, szia Dóra, még mindig nagyon-nagyon-nagyon szép szia. A profilképet. Szóval, a leírásban, jó. Szóval, vannak olyan csatornák, akik konkrétan azonnali 300 másodperc tiltást adnak a mikor lesz kérdésekre. Vagy mi azért ennyire szigorúan nem szeretnénk venni. Egyszer figyelmeztetés lesz, de utána igen, de ez bele lesz. Figyelmeztetést kap, ugyanúgy, mint aki állandóan capslockkal ír, állandóan emoji spammel. Aztán néztük, hogy van olyan, mert... amik például az, hogy Minecraft azik, és akkor ne legyen SSO-ról szó. Igen. Ezt nem tudjuk kiküszöbölni, de tényleg, hogy aki random új ember jön, egyetlen az mondjuk ugye arra kíváncsi. Egyáltalán nem arról van de ezt nem szó. Is akarjuk egyelőre. De... kiléptem. Hanem egyetlen nem erről van nagyjából szó, annyit szeretnénk, hogy a mikor lesz kérdések felesleges, mert nem mert tudjuk is előre. Meg a másik, hogy ha van menetrend, akkor úgy is kiírjuk, és egyszerűen tényleg legyetek türelemmel, és biztosan lesz. Tehát, hogy igen. Vagy ha esetleg van egy videó, mert én is kaptam el ilyet, hogy mit tettem a videó alá, meg beírják, hogy mikor lesz SSO Live. És ez a... Okay. Szóval ez a, meg a másik az, hogy egyáltalán nem vág témába, és tényleg nagyon idegesítő tud lenni, hogyha egy tehát mondjuk SSO Live alatt egyfolytában azt kérdezik, hogy mikor lesz Fortnite, meg Fortnite alatt állandóan azt kérdezik, mikor lesz SSO. Szóval ez igazából akik a cseten vannak, azoknak az érdekében is. Zavaró, és őszinte legyek most egy kicsit meglepődtem, hogy nézzék a videóimat. Ó, mi nagyon sok mongusztát nézzük, akire nem is tudtok. Igen, én amúgy most közben metin kettőzök,
No! Nem az eredeti. Az eredetiben lassú a haladás, én viszont csak azt szeretem, nem szeretem a nem eredetit. De öcsém annól játszott a nem eredetiekkel. Van Régen egy nagyon benne sokat. szörtűz. Jó, most hagyjad. Szia Csenge! De viszont mi lassan lezárjuk, mert a Igen. gyereknapot kimerítettük, úgyhogy megyünk Lemegyünk az kajálni, mert már elem. azért kicsit éhesek Jana is először vagyunk. összetakarítja az atomrobbanást a konyhában, amit reggel csinált, utána Úgyhogy pedig köszönjük, hogy itt voltatok, nézzük. reméljük, hogy élveztétek az Insta Live-ot. Néha lesz itt is, meg valamikor már lesz TikTokon is, ahol aktívan énekeljen, meg ilyenek. Ja, nem azért írtuk, hogy nem azért mondtuk ezt, hogy most ezt írtad, csak úgy most erről Átlagosan, eszünkbe jutott most nem erről. neked. Amúgy nekem a hangom no comment, semmi baj. Úgyhogy tényleg ez lesz. Holnap akkor, mint mondtam, hogyha minden jól megy és úgy hozza az Isten, és akkor Far Cry Live lesz. Jön, addig elalszik 6000-szer. Ott én Köszi, leszek. senki lányom. Na, Jana nem szereti az erőszakos játékot, és Nem. a Far Cry ugye, mivel ősember vagy, erőszakos vagy. Igen. Ebből kiindulva, bár Freddy és Béni azért megnéztem volna, hogy erőszakoskodnak, de hát nem csináltak olyat. Oké, ezt inkább Hát be. nem úgy a mamuttal, hanem... Vagy jó, hagyjuk. Na, ez a vicce, lezártuk. De lényeg az, hogy jelenleg már sok, hogy levadászunk egy állatot egy Igen, játékba. ezért lettem vegán, szóval Igen, többek közt, úgyhogy... nem akarok Úgyhogy többet ilyet. holnap Far Cry, és legyetek jók, és ha lemaradtatok a mai videókról, Jana vegán csatornáján van egy, és nálam is, és kövessétek be a vegán csatornát, Jana vagyok ott, és a Mongufta Family-t, és ne felejtjétek Így van. el, hogy 4024 órás live lesz, Yay! úgyhogy legyen szép napotok, sziasztok, és Sziasztok! most meglátjátok az ujjam, ahogy leállítom. Videó befejezés.